Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, kedves előadóim, főapát úr! Hölgyeim és uraim, mindenkit nagyon szeretettel üdvözlök ezen a jó hideg januári napon, amely hideg január rácáfolt arra az időszakra, hogy amikor a tél enyhe, akkor mindenki influenzás és köd. Hát most a hideg influenza tört ki rajtunk olyannyira, hogy a ma délelőtti elnöknek fölkért kedves kolléganőnk Balogh Margit ugyan önmagán előtt véve eljött, de a köhögés, tüsszögés egyébből következően nem vállalta az elnökséget, és a délutánra tervezett gyarmati győrt kollégámat egy szép szál férfi ember tegnap ő is fölhívott, és először 5 percig csak köhögést hallottam, és utána mondta el, hogy nem is bír fölkelni, mert őt is elérte, úgyhogy nagyon örülök mindenkinek, aki itt van ezen a mai alkalmat. És hát külön öröm számomra, hogy a kedves vendégek Beregszásztól Kolozsvárig és Pannonhalmától Budapestig ide találtak és megérkeztek, és így ezt a mai napot tényleg a Gulág áldozatainak szenteljük. Örvendetes és nagyszerű dolog, hogy a kormány kitalálta ezt az emlékévet, amely nem egyszerűen csak egy gesztus, hanem komoly pénzügyi forrás tett lehetővé, hogy különböző konferenciák, megemlékezések, emlékművek és más egyéb ilyen megemlékezési formák jöhessenek létre. Ennek vagyunk mi is haszonélvezői, hogy sikerült ennek a konferenciának a megrendezésére egy bizonyos összeget kapni. És aztán a nagyon elfoglalt, kiváló előadókkal egyeztetve alakult ki ez a mai nap, január 27-e, amikor a Gulág áldozataira, de elsősorban az egyházi emberekre gondolok, akik a sok százezer áldozathoz képest tulajdonképpen elenyésző létszámot jelentenek, de az ő szerepük a Gulágon, az embernek maradásban, az életben maradásban, a kitartásban, ahogy nyilván a főapát úrtól majd fogjuk hallani, hogy Placid atya mondta, hogy nekem azt mondták, hogy könnyű neked, hát te hiszel Istenre. És könnyű volt nekik, mert mit Sztálin, mit börtönparancsnok nekünk, egy sokkal nagyobb, sokkal erősebb urunk van, aki a hitet adta. És ez egy óriási dolog. És ma ezekről az egyházi emberekről, ezekről a papokról beszélünk, emlékezünk, mert úgy gondolom, hogy az év számos megemlékezésében, ülésén, egyéb helyén valahogy róluk kevés szó esett. Úgyhogy fölkérem Szabó Csavát, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató helyettesét, hogy a ma délelőtti elnöki szerepet lássa el, és vegye át akkor az irányítást. Köszönöm szépen! Aztán be kell nyomni ezt a gombot. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen. Balogh Margit alternek újjaként én vállom akkor, hogy levezetem a mai délelőtti ülést. Megtiszteltetés a felkérés Zombori Pista kollégám részéről. És teljesen egyetértek vele, hogy valóban a Gulag emlékév, ezek az emlékévek nagyon fontosak a nemzet tudatának, az emlékezés tudatnak az alakításában, formálásában, és a Gulagból elég keveset beszéltünk az elmúlt 25 év során, arról pedig, hogy a Gulagnak vannak egyházi áldozata is, hívő emberek a Gulagra kerülnek, a Gulag és Gufi táborokban, arról nagyon keveset tud a közvélemény is. Az első előadásunk majd főapát úr lenne, éppen Osztom Placid pencés szerzetesről, de ha egyetértenek velem, arra szeretném őket kérni, hogy Placid atya megérte a 100. évét, éppen itt az elején a főapát úrral beszéltünk, hogy ott voltam egy ilyen Gulag emlékbizottság ülésen, amikor Gulag emlékérmet kapott a Placid atya, és Létvári Bence átadta neki az emlékérmet. Placid atya meg elvette a Létvári a kezéből, a álmok elő kezéből a mikrofont, és azt mondta, hogy én 100 éves vagyok, én még itt vagyok, de hol van a Szovjetunió? Úgyhogy megérte a 100 évet Placid atya, azt hiszem, hogy más anyagból gyúrták őket, és az a 10 év még egyszer azon, hogy át tudjanak élni sok mindent. Én arra szeretném őket kérni, hogy mivel nem régen halt meg Placid atya, egy perces néma felállással.
Köszönöm szépen. És akkor nagy tisztelettel felkérem Lacid atyának a rendtársát, rendfőnökét, Fászlég Asszik főapát urat, hogy emlékezzen meg Lacid atyáról. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, Endre püspök atyák, hölgyeim, uraim, mindannyiunkat nagy szeretettel köszöntöm. És valóban maga a témához igazából véve a Bencésen részéről egy gulág foglyot tudok bemutatni önöknek, és róla tudok beszélni. De hát éppen azért, mert 100 évet megélt, nagyon sokat tudunk tőle, és nagyon sokat mesélt az élményeiről. A Bencés rend a II. Világháború végén 1945-ben Mindszenty herceg prímásul többször is felszólította a megyés püspököket, így a főapátot is, mint ordináriust, hogy számoljon be arról, jelesen, amire most utalok, hogy 1944 és 1945 a háború vége között mik történtek a rendi közösségbe, illetve az egyház megyéig. És egy ilyen beszámolóban 1945. november 14-én azt írja Kelemen Krizoszom főapát többi között, hogy a rendnek a tagjai közül többen fogságban vannak. Fogságban vannak a következő rendtársaink: Gács Erimre, Horváth Sebestyén, Liner Otto, Nádasi Alfonsz. A nő, az ő neve az, aki általában többek előtt ismerős: Olajos Erlét, Rezek Román, Rozmán Erik, Villány Anaklit, Zágó Bertalan és Sarlós Engelbert. Ez azt jelentette a Bencés közösség számára, hogy 10 fölött volt a hadifoglyoknak a száma. Ezek a hadifoglyaink lelkipásztori szolgálatot végeztek a hadseregben. De alig, hogy lezárult ez, és oly módon zárult, hogy néhányan visszatérhettek a Bencés közösségbe, a többségük pedig külföldön keresett megkapaszkodást, és egészen São Paulóig eljutottak azok, akik szétszóródtak a magyar Bencés kongregációban. 1946-tal, illetve pontosabban szinte 45 után azonban elindult egy másik hullám, amely éppen a háború vég, az újonnan berendezkedő népi demokratikus állam, a kommunista diktatúra termelte konfliktusok közepette, szembe kerültek a fennálló rendszerrel. Kiemelkedő egyéniség, illetve per volt Olofszont Lacid atyának a pere. De ha számokat, statisztikát akarok mondani, Hetényi Varga Károlynak egy korai összeállítását néztem, és szeretném előre bocsátani, hogy ez számban is és tartalomban is pontosítandó még, és ezen a Bencés rendi történettel foglalkozó munkacsoportunk törődik és foglalkozik is. Így mondanám, 25 olyan rendtársra tudunk felsorolni, akik életfogytiglantól több évet kaptak a népi demokrácia idején börtönökbe, de most nem ők állnak a középpontban, hanem az aktualitás, hogy január 15-én halt meg Lacid atya. Tegnap búcsúztattam a ciszterci templomból, mert ahogy ő szokta volt mondani, ilyen nem volt még az egyház történetében. Én nem püspök által kinevezett, hanem csendesen meghívott káplán voltam. Azért, mert még az illegalitás idejében kezdte, és hogy most Szabó Imre, Szabó Géza hívta meg plébános korába, és akkor később nyilvánvaló hivatalosan is fölkérték, bevették az állományba, csak az meghívott lelkészként. 25 évig szolgált, prédikátor volt, gyóntatott, szentségiket szolgáltatott ki, katekézis tartott, tehát hihetetlen aktív életet, és így azok az zömében idős, de a fiatal évek is, azt kell mondani, hogy 100-ával ott voltak tegnap, és egy méltó elbúcsúzás volt. A temetése pedig február 3-án lesz majd Pannonhalmán rendi közösségben, tehát az is nyilvános esemény.
Laci atya 10 évet töltött a gulágon. Az ő élete úgy indult, mint minden általában régi vágású bencésnek az élete. 1802-től a rend, tanító rend a mindennapokban, ez azt jelenti, hogy belép egy fiatal, kiképzést kap mind teológiában, és ennek a végén papászmenteli. A rendi főiskolán tanári diplomát szerez, pontosabban a Pázmány Péter Tudományi Egyetemtől, mert affiliálva volt mai kifejezéssel a rendi tanárképzőnk, és aztán valamelyik rendi gimnáziumban elkezdi a munkáját. Hát a Placid atyánk is írő volt, budapesti születésű, bencés diák volt 8 évig, megtetszett a tanárainak az élete, belépett a rendbe, elvégezte a teológiát, pappá szentelték, magyar és német nyelvszakos volt, rövid időt Münchenben is tölthetett, hogy a németet tanulja, gyakorolja, magyar irodalomból doktorált, és aztán a főapáti dispozícióval több rendi gimnáziumba szolgált, míg végül is visszakerült abba az iskolába 1945 után, 45-tel, ahol ő is tanult, és hát ugye hal a vízben egy pesti gyerek számos ismerettségével Budapesten, és Placid atya azt írja, én ennek nem találtam nyomát, majd a történészek kikutatják, hogy Serédi Justiniántól kaptam, én egy kicsit gyanús, mert Serédi 45. augusztus, április 1-én Esztergom ostromakor hal meg, hogy mikor kaphattam megbízást, hogy a szociális testvéreknek és Slachta Margitnak a női mozgalmát támogassa, és ez a támogatás oly módon sikerült, hogy Placid atya is képviselő lett, a parlamentbe kerül, de ő sohasem volt sem a parlamentben, sem a mandátumát nem érvényesítette, hanem azt azonnal átadta, de az, hogy ő antikommunista beszédeket, pártgyűléseken vett részt, magára haragította a környezetét és a pártot, és igazából véve, amikor elérkezett az idő, hogy Placid atya ellen forduljon a hatalom, ahhoz kellett egy szovjet fiatal tisztnek a meggyilkolása a Kamaraerdőből, nem, és ez volt a koholt vád, ahol Placid atyát perbe fogták, és végső soron nem magyar bírák, hanem a szovjet bírák ítélték 10 év gulágra. A vád, mert a Placid atya ezzel mindig tűnődött utána is, a vád a szovjet büntetőkönyv 56-os paragrafusára hivatkoztak esetében, ott is a 2-es, 8-as és a 11-es pontra. Az 58-as így anglok egy politikai paragrafus volt. A 2-es pontban az egy antibolsevista propaganda. Erről maga a Placid atya azt mondja, ezt még tagadni sem tudtam, aki lelkipásztori munkát végzett a háború alatt, és azután is arra ezt mind rá lehetett fogni, mert nyilatkoztak ebben a kérdésben. A 8-as pont terrorcselekmény. Ez már veszélyesebb volt számára. Így írja maga, megdöbbentem, mikor meghallottam az indoklást, tömegmészállásra uszítottam a hallgatóságot. Egy félre sikerült beszélgetés, kérdésfeltevés és válasz kapcsán történt ez. Lelőtték ezt a szovjet katonát a Kamaraerdőbe, ennek nagy sajtóvisszhangja volt, beszéltek az emberek, és egy joghallgató azt mondta, ezt vallotta, hogy a Placid atyához fordult, és az ő kérdésére, mi a véleménye a fegyveres harcról, azt mondta volna Placid, ez nem módszer a kommunizmus leküzdésére. Egy szovjet katona megölése nem segít. Hát ha ez így hangzott el, ez egy ügyetlen mondat, ebből aztán, hogy mondjam, tártalaja lett a további gyanúsításnak, úgyhogy ez volt az egyik fő vádpont, tehát az, hogy terrorcselekményre, tömegmészárlásra uszította a hallgatóságot.
És a harmadik, a 11-es pont az, hogy összeesküvést szervezett. Ezt aztán a végén annyira abszurd volt, hogy visszavatták ezt a vádat. És az ítéletet a szovjet katonai bíróság hozta, letöltendő 10 év szabadságvesztés, és a 1946-ban a gulágra vitték. Csak érdekességként, és ez Placid atya mentalitására is az utolsó pillanatig jellemző volt. Valahol, mikor Sopron kőhidáról hozzák, vagy viszik őket, két kis cédulkát írt. És ezeket a cédulkákat egymásba kidobta az ablakon. És a csodálatos az, hogy a cédulkát valaki megtalálta, és célba juttatta. Nem hosszú, tehát szó szerint idézem, de jellegzetes. Először is ugye a pesti háznak, Bencés rendháznak a tagja volt, tehát mint forma és engedelmesség tartó szerzetes, az rendi előjáróját tájékoztatja. És utána az édesanyjának ír. Ezt írja, szeretett házfőnök úr, 10 év szabadságvesztést kaptam, bár semmit sem tudtam a szervezkedésről, sőt gyilkosságról. De hamarabb hazajövök. Főapát úrnak készcsók, mindenkinek üdv. Édesanyjának-e papírt kérem elküldeni. Ne hagyják őt el, támogassák, vigasztalják, sok imád, misét kérek, rendemért, hazámért szenvedek, Olofszon Placid. És ebben volt a másik cédula. Drága jó édesanyám és szeretteim, egészséges és jól vagyok. Teljesen ártatlanul 10 év szabadságvesztést kaptam, nem kényszermunkát, de amnestiát várunk. Optimizmus. Lehet, hogy ki sem megyünk, imádsággal várjatok, egyszer csak beállítok. Vigyázzatok az egészségetekre és lelki erőtökre. Isten csodálatosan segít, hálás kézcsók és üdv Placid. Tehát megkapta az elöljáró, és eljutott a Budapesten az édesanyjának. És akkor Placidékat a többi magyar elítéltet együtt, először Moszkvától 900 kilométerre nyugatra, egy a Brianszki erőbe fekvő lágerbe vitték, ahol 5 évig fakitermelésen, utána pedig a legkülönbözőbb munkakörökben dolgozott. Volt portrétiszt, portrét festett. Na most engedjék meg egy kis vidám sztori történet, ennél véresebb volt az a valósága, hogy megverték, éheztették, tönkretették őket. Olofszon Placid atyának az édesapja rajztanár volt, és óhatatlan valamiféle készséget örökölt Placid is. És a szovjet lágerről, tehát ott a munkalágerben begördítettek néhány vagon, és a vagon tele volt nyugati típusú WC ülőkékkel, ilyen keretekkel, hát ami ülünk. És akkor egyszer csak megjelent a Placid atyánál, mert látták, hogy ülőkét ír, meg rajzolgat, a katonatiszta, a parancsnoka, és azt mondta, hogy hát rajzolja le őt. Hát sikerült valami, azt mondja, ő maga ráismerte már az alany, ezt nem tudja, de nagyon örült neki. Aztán hozta, hogy a kislányát is fössele, és akkor így rajzolt a tisztán. És amikor ez a vagon megérkezett, akkor egyszer csak megjelent egy vécékerettel a katonatiszt, és mondta, hogy és hogy akkor a falra. Hát ezt láttak-e, két keretnek gondolták. És akkor Placid atya hát lefestette, ő is kérte, hogy a Sztálint fessen. És akkor Sztálint, és akkor ebben a WC keretben kifüggesztett. De Placid átlátta, hogy ebből óriási botrány lesz, hogyha ezt valaki felfedezi, hogy miről van szó. Úgyhogy behívatta, illetve kérte a parancsnokot, hogy jöjjön be, és akkor ő már tudott valamit oroszul, és azt mondta, hogy ez egy nagyon kényes dolog, ezt ne tegyük, mert különben, és akkor elmagyaráztunk, hogy a parancsnok lesz az ő helyében, hogy őt is lecsukják.
És a munkatársainak a többi fogvatartottnak meg elmondta, hogy ha bejöttök a munkáról, és látjátok, WC-keretbe Steinertek, ne röhögjetek. Mert akkor rögtön kérdezik. Úgyhogy aztán abba hagyott ezzel a művészetet. De amikor azt kérdezték, hogy mi a foglalkozás, akkor mondta, hogy portréfestő, portrétiszt. Tehát ezzel foglalkozott. Aztán leírja azt, hogy hogy is mind visézett, hogyan próbálta, és hát a környezetében a lelket tartani is. Azt gondolom, ez az ő nagyon izgalmas hivatásbeli fordulata az életében, hogy fölkészül, és tegnap is megemlékeztük, hogy főtisztelendő tanár úrnak hívták őt a normál keretek között. És amikor fogoly lett és elítélt, akkor embernek sem vették, mert rabszám volt az, ami az ő lényegét vagy darabszámát kifejezte. És mindaz, amit az életéről fiatalként ábrándozott, 30 éves korában rab fogoly lett, és közel, hát ki is húzta szinte a teljes tízesztendőt, és úgy fogalmaz, ott találtam meg igazából én a hivatásomat. Hogy tanár is vagyok, szerzetes is vagyok, pap is vagyok, másokért élni, és a környezetemben a lelket tartani és vigasztalni. És igazából véve, ahogy Placid atya ott ezt a pasztorális életstílus, így mondjam, begyakorolta, hazajött Pannonhalmán, Sárközi Pál nem tudta fogadni, azt mondta, hogy fiam, kegyvesztett vagy, mind pap, mind tanár, úgyhogy tehát egyházi vonalon nem tudott elhelyezkedni, és akkor fizikai munkát keresett, asztalos volt, és a végül is mosoda főnökként menjünk díjba. És hát az is döbbenetes, hogy hihetetlen sztorikat tud elmondani, ugye nagyon jól tudott németül és oroszul is, hát egy két nyelvű mosoda főnök, hát igazán értékes. És ugye lépten nyomon lebukott, mert kiderült, hogy ezt is tudja, azt is, és amikor nyomoztak utánát, akkor kiderült, hogy ki is tulajdonképpen a placitakra. Minden egyházi illegációban, most a BM szaknyelvet idézem, benne volt, az egy külön tanulmány lenne, és nagyon érdekes mondattal kitérek erre. Placid atya morálisan teljesen tiszta egész életében. És ugye, hát hitvalló úgy, ahogy ő megélte üldöztetését, fogságát, és hogy aztán onnan kiszabadult. És döbbenetes az, ahogy az állambiztonság egy majdnem speciális apparátust ráállított, mert arra nem gondolt Placid atya, hogy elszenvedte a gulágot a Szovjetunióban, az, hogy Budapesten ráállnak, és minden információjára kíváncsiak. Csak egy példát mondom, magam kutattam, ezért merek erre hivatkozni. A püspökatyák negyedévenként, régebben egy kicsit rendszertelenedő időként összejöttek püspökkari konferenciára. Legányi Norbert főapátor és Placid atya között korban nem sok különbség volt, nagyon jó személyes kapcsolatuk volt. És a püspökkari konferencia idején Norbert főapát mindig felhasználta arra, hogy fölment a Placid atyához, egy kicsit elbeszélgettek, meglátogattak, és hát nyilvánvalóan kitárgyalták azt is, történt a püspökkari konferencián. Elmúlt a konferencia ideje, és jött az adóbehajtó, meg aztán a társadalmi biztosítás, meg egyéb minden, és ezek a jó urak lepasszolt katolikus családapák, vagy magánosak, de ezek mind arra voltak beállítva, hogy Placid atyából, aki, ha bocsássák meg ezt, tehát egy jó lelkű, jó hiszemű, ezt egyébként mondhatnánk azt, hogy naív ember volt, ugye elmesélte ezeket a dolgokat, úgyhogy így utólag a saját hát orvosatomban is, az orvosmányaimban láttam azt, hogy részben egy csatornát találtak a püspöki kardon, hogy találják meg, illetve milyen információkat kapjanak, és az, hogy a rendi vonatkozik. Egészen az 1973-as, az én főapát elődömnek a
megválasztásáig ment ez az intenzív adatgyűjtés, és ráálltak, rászálltak Placidatára. Placidata még volt olyan jó formában pár évvel ezelőtt, amikor leültünk és ezekkel szembesítettem, és azt mondta Placid, hidd el, Felfártul, halvány fogalmam nem volt, mert annyira illegalitásban éltem, de aztán úgy látszik, hogy más forrásokból is visszajött, mert tudta, hogy akaratlanul is adatszolgáltató volt, vagy legalábbis begyűjtöttek tőle adatokat. Hát kérem, így működött ez a rendszer. Zárva az ő róla való megemlékezés, Csaba is az előbb említette, az utolsó 30 év, a 100-ból az utolsó 30 év aktív lelkipásztori munkával telt, és ennek a lelkipásztori munkának a tapasztalat anyaga a gulág. Adott esetben a sztori, a földerítés, már így a lelketnek a jobb hangulatra derítése, megerősítése, és aztán hát a lelkiekkel való ellátása. És híressé vált Placidata a túlélésnek az alapszabályaival, ezzel zárom, mert így vagyok hűséges hozzá. Tehát igazából véve a vigasztalás művészetét és küldetését gyakorolta az emberek között. Azt írja a túlélés szabályait, a szenvedés nem szabad dramatizálni, nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember. Az öröm szükséges a túléléshez, ezért észre kell venni és tudatosan kell keresni az élet apró örömeit. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja az életenergiákat. Akinek van hova kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívők, ha Istenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy ő is akarja túlélésünket. Hát ennyit egy főhajtásra a Placidatáról. Köszönöm neki. Szépen felvetődök ezt a például emlékezést. Mint elnök jogommal élve annyi kiegészítést tennék, hogy felvetődött beszélés a Placidnak az üzenetéről, a túlélésnek az üzenetéről, elmondta a Placidnak az üzenetét mindannyiunk számára. Az jutott eszembe, hogy őt az 58-as paragrafus alapján a szovjet hatóságok a Vrag Naroda a nép ellenségeként ítélték el. És nagyon érdekes, hogy a nép ellenségének tartotta a szovjet hatalomot, nem a nép ellenség volt, hanem a nép barátja volt. Mert a 10 év, ahogy a főbetűd ezt megfogalmazta, járult ahhoz hozzá, hogy örömöt adjon. Ő egy örömteli életet élt, szerintem egy kérdőtő életvidelme ember volt, aki ismerte, ezt meg tudja erősíteni. És ezt az örömet sugározta kifele, és a népnek barátja volt, nem ellensége volt, ahogy a szovjet hatósága kezdőről állították. Köszönjük szépen a nyugodtan megemlékedést még egyszer Placidatáról, és akkor felekezetet váltunk a jelképeshez is. Szeretném bemutatni nagy tisztelettel Milán Katalint, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának a tagját, aki az evangélikusok gulagot, illetve orosz lágereket megjárt, tagjairól fog neki beszélni. Köszönöm. Tisztelt konferencia, szeretettel üdvözlök mindenkit, hallgatókat, barátokat, testvéreket. Azon gondolkodtam a konferenciára készülve, hogyha mondjuk filmrendező lennék, akkor miről forgatnék filmet, és most biztos, hogy ezekben a napokban azokról az evangélikusokból, akiket 1944 végétől, 45 elejétől volantra ültettek. Igen, sokan voltak ezek a testvérek. Képzeljük el azt a 45 januári telet, plusz még az Oroszországit, ami mondjuk 10-20-30 fokkal hidegebb, mint a mostani itteni, meg azokat az útviszonyokat, mondjuk a vasúthálózatot, ami a 45 januári állapotokat jellemezte. Ennek ellenére nagyon sűrűek voltak ezek a vonatjáratok, keletre és mutatva egyaránt, és ezeken ültek evangélikusok nagyon szép számmal.
hozzá két felé mentek a vonatok, hát egyrészt nyugat felé, ahol érintettem a gépusok ültek, 46 és 48 közötti kitelepítés során számos evangélikus testvérünket vitték ki Németországba, először az amerikai, aztán a szovjet zónába. A kitelepítés alapja az a németes, vagy német hangzású, németes hangzású, vagy német név, a részbeni vagy egészbeni német identitás, de mindenképpen valahogy a németséghez kapcsolódó szál volt az, ami hát történetesen összekapcsolódott azzal, hogy a hazai evangélikusságnak mindig volt egy németes háttere. Tehát a luteranizmus, a magyarországi evangélikusságnak volt mindig egy fajta német kötődése is. A kollektív bűnösség alapján pedig ez a két szál éppen összekapcsolódott. Tehát ezekben az időkben elsősorban nem hitük, hanem emiatt a német kötődés miatt szenvedtek az evangélikus egyháztagok ilyesfajta büntetést, tehát ez a vonatozás, amiről most beszélni fogok, ez ilyen módon érintette őket. A nyugat felé utaztatása az evangélikusoknak, tehát ez az kitelepítés, ez elsősorban a Sopron környéki német gyülekezet, német evangélikus gyülekezeteket, illetve a magyar evangélikus gyülekezeteket érintette, illetve a somogyi, még inkább a tolnai és a baranyai evangélikus gyülekezeteket. Elég csak végig menjünk ezeken a területeken, nagyon sok Videsentátumó evangélikus templom jelzi azt, hogy egyik napról a másikra eltűnt a gyülekezet, nem csak a hívek, hanem a sokkal a lelkész is ment velük együtt. A másik irány az természetesen Kelet volt, ahonnan már 44 legvégén, ahová már 44 legvégén elindultak a vonatok. Arra felé való illetve elvitelnek kényszermunkának, illetve Málenki Lobot címén az egyik alapja az 1944. december 22-én kiadott 0060-as titkos szovjet katonai parancs volt, amely azt mondta ki, hogy minden német származású munkaképes személy mozgósítandó és jelentkezni tartozik. Hát ez a parancs is számos evangélikus közösséget sújtott, Pest megyében Iklagot, Aszódot tudom említeni, illetve a Szüke Pátriának Rákos keresztúrt, ami most Budapestnek a 17. kerülete, de amikor ezek a kitelepítések folytak, akkor még egy nagy község volt, és egy a 18. század közepe óta létező, és aztán fokozatosan elmagyarosodó evangélikus közösség élt, és a mai napig él utódaiban itt Rákos keresztúron. Ha most lenne sok időm, akkor erről a keresztúri történetről is beszélnék, mert ez tulajdonképpen az én gyülekezetemnek a története is egyben. Alciglerek, Schleckmannok, Gébelék, Burgerek, Hammerek, Derzbakok, Génerek, ezeket a nevű embereket, ilyen nevű embereket gyűjtöttem össze ott a mi kori falunkban. 1945. január 6-án, éppen Vízkereszt ünnepén, és a több útvonalon vitték aztán ezeket a keresztüli evangélikusokat a Szovjetunióba. 74-et szállítottak el erről a területről, 12-en soha nem fértek haza róluk, illetve a hazatértekről is minden évben megemlékezünk ezen a január 6-i idő közelében. Van ennek egy liturgiája is, például mindig elénekeljük azt az éneket, amit annak idején 45. január 6-án, amikor elindultak a Málenki Robotra a keresztúriak, akkor is énekeltek. Illetve hát beszélnék még szívesen a nagybácsikámról, aki szintén ezek között a deportáltak között volt, 17 évesen került ki egy urali óvványába, és mai napig őrizzük azt a gyűrűt, amit az ottani alapanyagból faragott és beleírt, hogy 1947 ural. Na de akiről még nagyon szívesen beszélnék, az Böröd Sándor evangélikus lelkész, azért is, mert nekünk egyetlen ilyen lelkészünk van, aki a gulágot megjárta és aztán hazatért. Érdekes módon őt sem, illetve nem érdekes, hanem ez a történet, ez arról szól, hogy nem lelkészi mi volt, és nem hite alapján vitték őt munkatáborban, hanem egy egészen más szálon, kicsit hasonlóan Placid atyához, ennek
tehát politikájában el volt. Én Sándor bácsit nem ismertem, néhány történetet viszont tudok egyrészt tőle, mert egy interjút sikerült vele készíteni 1995-ben, ahol részletesen mesélt ezekről a táborbeli élményeiről, illetve a lányát, Böröce Nipőt nagyon jól ismertem, egy kiváló egyháztörténész volt, sajnos nem él már, aki a általában csak öreg fiúnak nevezett édesapjára nagyon sok történetet elmesélt. Például azt, hogy amikor leültek az asztalhoz, akkor soha máshogy nem lehetett levest kirakni, csak tűzforró van, mert mióta a tábor megjárta azóta. A leves az csak úgy volt ehető, hogy... Na, tehát néhány dolog, amit én Sándor bácsiról tudok. 1913-ban született egy Vas megyei kis faluban, és hát elég népmesei volt az indulás, 9 gyerekes család, ő volt a legkisebb, sok testvére elhalt mellőle, de ő életben maradt, és elindult a hobbi pálya felé, elvégezte a soproni evangélikus teológiát, aztán 1938-ban a Papi Béla, akkori dunántúli evangélikus püspök lelkészét szentelte, és Körmendre került missziói lelkész. Több gyülekezet, elég nagy szormány tartozott hozzá, 30 faluja volt 6 istentiszteleti helyen. 1948. augusztusban Urai Újfaluban ment egy lelkészülésre, és közben meglátogatta ezeken az augusztus 19-én a apósáikat, akik Vadosván laktak, az Jósúfa megy egy falucskája, és éppen ült a ház verandáján, tisztította az akkori mágtermést, amikor megjelent két ember, most Sándor bácsit idézem, megjelent két fiatalember felhajtott kabátgalléra, amit a régi filéres regényekben a detektívek pisztolyt szegeztek rám. És azt mondták, a népköztársaság nevében letartóztatjuk, felszólítjuk, hogy amennyiben megpróbál ellenállni vagy szökni, azonnal lelőjük. Ezután bejutették a ház előtt várakozó katonai dzsippe, és Árbölöt Sándorom hosszú útra indult innen Vadosfáról. Ennek a nagy utazásnak az első állomása a szombathelyi börtön egyes cellája volt. Külön fontos momentum, hogy az Árihának a szombathelyi kirendeltségét ebben az időben, 1947. decemberre ott a Berkesi András vezette, a neve az ismerős lehet a regényeiből, ezt az Árihás előéletét talán kevesebben tudják, a kádárkori magvetős és regényírós időszakát, az sokkal közismertebb. Ide került át Böröt Sándor, ahol kihallgatták, és tulajdonképpen mi volt az a szál, ami miatt őt letartóztatták, és a szombathelyi börtönbe került, az Böröt, illetve Berkesi Andrásnak a feladatköréből körvonalazható mára. Ő ugyanis a katonai elhárítás területén tisztként dolgozott, és számos demokráciaellenes, összeesküvési, népellenes ügyben nyomozott, és többek között ő irányította az úgynevezett hadvári féle kémbanda szombathelyi vonalának az őrizetbe vételét, és a vád szerint ennek a kémbandának az úgynevezett sejtvezetője volt Böröt Sándor, aki mellesleg evangélikus lelkész volt, tehát a letartóztatásának ez volt az alapja. Szombathelyről Budapestre szállították, először a katonapolitikai osztálynak a Bartók Béla úti központi raktanyájában folyt tovább a vizsgálati eljárás ellene. Berkesi is akkor már Budapesten volt, mert őt közben fölrendelték Budapestre. Innen átszállították a Vilma királynő úti, ma Városliget fasori épületbe, méghozzá a szovjet állambiztonsági szervek egyik ott működő börtönében. Majd innen 48 adventjében zárt páncélkocsiba tették néhány raptársával együtt, és az Ausztriára szállították Baden-Baden-Württembe a kelet-európai szovjet elhárító főparancsnokság és a szovjet katonai bíróság központjába. Nagyon hasonló a történet egyébként Atyányéhoz. Itt a szovjet katonai bíróság hadbíróság mondott felette ítéletet 1949. február 24-én, negyed századnél javító munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Sándor bácsi erről azt mondta, egy tölt magyarsággal beszélő tolmács segítségével hallgattak ki és ítéltek el, hogy mi a vád ellenem, azt nem közölték, csak a paragrafusokat. Az 58. a második, a 6. a 9. az 58. paragrafus értelmében, második, 6., 9. és 11. pontja értelmében 4x25, azaz 100 évet kaptam.
Ennek természetesen csak egy részét, 25 évet kellett volna leülnöm. Ezek a haragatos pontok megegyeznek az ivatjányban. Bádenből fülk és rabszállítóval Neukirchen börtönébe vitték, majd innen marhavagomba zárva Lemberg következett, ott a nagy elosztó táborban ismét vonatra tették, és irány a Szovjetunió. Politikai elítéltként, tehát nem hadifogolyként és nem is májaki robotosként került át a Gulag táborrendszer. Három leghírhettebb közvetének egyikébe az északi sarkörön túli Vorkutára, itt a 7-es számú munkatáborban, közel 6 évig raboskodott 1949. áprilistól 55. januárig, az ottani szénbányában dolgozott. 55. január végén kiállították a szabaduló levelét, és előbb egy úgynevezett feljavított, most bocsánat, ezeket a klasszikus táborbeli történeteket én kihagyom, mert ez viszonylag jól ismert része már a Gulag tudatunknak. Inkább arra szeretném majd helyezni a hangsúlyt, hogy mitán hazatért valaki a Gulagról, milyen világ fogadta itthon, hogyan tudott beilleszkedni, tehát ez a poszttraumás helyzet, ha lehet ezt a egészségügyi párhuzamot hozni, ez a rehabilitációs korszak, időszak, ez vajon hogy működött egy Gulagot ilyen lelkész idejében. Tehát itt ezt most, ezeket a táborbeli történeteket én most kihagyom. Tehát elindultak hazafelé 55. január végén, ebben a feljavított táborban a szabaduló társával együtt feltáplálták, megerősítették őket, azt írja Sándor bácsi, hogy ne kelljen élő csontvászlásra jönnünk. Moszkvában, aztán Mordóviában időztek egy ideig, Mordóviában egyébként volt egy, több ismerőse volt, akit, több papi ismerőse volt, akit ausztriai fogsága alatt ismert, és itt ismerte meg Oroszon Placid atyát is, tehát ezek a mordóviai hetek, ezek fontosak voltak az ő későbbi közös kapcsolatokban is. Rabtársaival 55. november elején érkeztek magyar földre, akkor a nyíregyházi szűrőtáborban a szovjetek átadták őket az illetékes magyar belügyi hatóságoknak, akik voltak itt hazaengedtek volna, a többieket azonban magyarországi börtönökbe irányították tovább. És hát Vörös Sándor számára is folytatódott a rabi élet. Először a Jászberényi börtönbe került, majd a Budapest-Tőbányai gyűjtőfogházba. A kiszabadulása érdekében felesége, bocsánat, ezt nem említettem, hogy 1943-ban megnősült és három gyereke született, úgyhogy ez egy nagyon fontos szál lesz. Tehát a kiszabadulása érdekében a felesége többekhez fordult segítségért, többek között Rajk Lászlónak, László nénak írt, és Vető Lajos evangélikus püspöknek is. Mind a ketten segítséget ígértek, tettek is lépéseket, de végül aztán a forradalom oldotta meg a helyzetet, és a lelkész, Vörös Sándor lelkész 1956. november 1-én szabadlábra helyezési igazolvánnyal 2-án elhagyta a börtönt. Most következik ez a bizonyos poszttraumás időszak, ahogy én ezt nevezem, tehát miután maga a klasszikus fogsági időszak lezárult, tehát újra itthon Vörös Sándor. A szabadulás utáni egyházi fogadtatása legalábbis jelzés értékű. Sándor bácsit idézem, november 3-án bementem, amit 1956. november 3-án bementem a Puskin utcába, ott volt, és a mai napig ott van az evangélikus püspöki hivatal, az egyik. A papok kitörő örömmel fogadtak, kérdezgettek, és mondogatták, hogy nekünk is van Vincentink, ezt Ordas Lajos püspökre vonatkozik, akkor éppen ezekben a napokban, sőt november 3-án vette vissza a püspöki hivatalát. Aztán megtörtént Magyarország lerohanása, november 5-én újra elmentem a Puskin utcába, mondván, hogy legalább mi papok legyünk együtt, erősítsük egymást. Mindenki elfogadta tőlem, mintha ott sem lettem volna. Mindez elég bajós előjelzése volt a következő éveknek, sőt évtizedeknek. Ám közben volt egy mintegy két éves, hát átmenetinek, ideiglenesnek nevezhető két év, én meg inkább kegyelmi időszaknak nevezném, egy kicsit egyháziasan. Ilyen időszak következett az ő és a családja számára. Utól látni fogjuk, hogy tulajdonképpen ez lett volna a normális szituáció kezelés egyházon belül, ami ebben az 56. november és 58. augusztus közötti időszakra vonatkozik.
Ám látni fogjuk, hogy ez a korszak, a pántalan forradalom utáni korszak egy tulajdonképpen egy abnormális időszak volt, és ez az abnormalitás, ez az evangélikus egyházi közeget is sajnos milyen láthatotta, és megnyilvánult a gulágot megjárt emberekkel szemben is. Hát hogyan nyilvánult meg a normális szituáció kezelés a Böröcs Sándor, illetve családja esetében 56 és 58 között? Először is volt egy jól működő egyházi intézmény, a Szarvasi Evangélikus Egyház. Volt egy segítő szándékú lelkésztárs, Kalaszki Kálmán, aki ennek a Szarvasi Evangélikus Árvaháznak volt az igazgató lelkésze. Volt egy befogadó közösség, a Szarvasi Evangélikus Gyülekezet. Aztán volt egy olyan támogató egyházvezetés, amelyik nem félt és nem restelt a megbélyegzett lelkésztárs mellé állni, és megsegíteni püspöki jókoréből kifolyólag. Ordas Lajosra és Túlóci Zoltánra gondolok, mind a kettőket 48 és 52 között állami nyomásra, illetve erőszakra távolították el hivatalukból, és 56-57-ben visszatértek, nem túl sok időre. Tehát ez volt az a egyházvezetői háttér, ami Böröcs Sándornak reményt adott arra, hogy beilleszkedjen itthon ismét. Túlóci püspök ebben az időben azt a lényeget ragadta meg, amikor Böröcs kálváriájáról értesült, mi a mi összes szenvedésünk ennek az egy embernek a szenvedéséhez képest. Sajnos nem rajtuk, már itt a püspökökön volt, hogy nem volt aztán voltjuk segíteni Böröcéken. A felsoroltakon kívül volt még egy működő, jól működő egyházi segélyszolgálati háló, kapcsolati hálórendszer is, amelynek vezetője Sztélo Gábor volt, aki a külföldi adományok juttatásától kezdve lehetőségek felkutatásáit próbált segíteni. Mindez mondhatnánk azt, hogy a csillagok szerencsés állása volt, egyháziasabban szórva egyfajta kairos vagy kegyelmi idő. De ez nem csak a Böröcs család, hanem a magyarországi evangélikus egyház számára is tulajdonképpen egy ilyen átmeneti károsos időszak volt, mert történeti politikai szempontból a diktatúra még nem talált igazán vissza magára a fő figyelmeben, mint egy másfél évben is elfordult az egyházakból. Még a visszarendeződés nem következett be teljesen. Ez a visszarendeződés evangélikus szempontból 1958 nyarán kezdődött meg, illetve teljesedett be. Hát mi is történt pontosan a Böröcs családdal? Az apa elhúzolása után a két Böröcs kislány, akkor két kislány volt, 1952-től az evangélikus árvaházban élt Szarvason. Édesanyjú pedig Mosonmagyaróváron lakott, az ottani kötött árugyárban dolgozott. Miután az apa kiszabadult 1956. november 2-án, a szülők december 20-a táján elindultak Budapestre a gyerekeikhez Szarvasra. Böröcs Sándornak semmiféle okmánya, igazolványa nem volt, úgyhogy ez nem volt veszélytelen vállalkozás, így iratok nélkül börtönviselként utazgatni az országban. Mindenesetre odaértek Szarvasra karácsony táján, és ezután egészen 58. augusztus végéig az árvaházban ért együtt a 48 óta szétszakított család. Az árvaház igazgató lelkésze Kalaszki Kálmán a gyülekezettel egyetértésben helyet adott az apának, mármint Böröcs Sándornak, amíg el nem rendeződik a sorsa. Így Böröcs Sándor közel két évig, 56 és 58 között lelkészi munkát végezhetett, szabadon mozgott, prédikált, hitoktatott, árvaházi gyerekeket tanított, felesége az árvaházban dolgozott, a konyhán és a gyerekek között. Jellemző azonban erre az 56-58-as időszak felemás egyházi állapotaira, hogy Böröcs Sándornak mindenre azért volt lehetősége, és azért végezhetett idézőjelesen szabad lelkészi munkát a gyülekezetben, egy gulágban hazatért lelkész, mert a gyülekezet lelkészét, aki ekkori évfolyamtársa és lelkésztársa volt, Székács Sámuel helyettesítette. Őt ugyanis ellenforradalmi uszító magatartása miatt 57. februártól elővizsgálati fogságban volt, majd tökölre internálták, 57-ben augusztusban kiszabadult, és utána rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. Ez mind mozgásában, mind szolgáltában korlátozást jelentett, és Böröcs Sándor ezt a hiányt pótolta. Böröcs Sándorék a szarvasi idejük alatt mindvégig élvezték, mindemellett a helyi gyülekezet részvétét, támogatását és szeretetét is. Tehát volt egy háttér közösség mögöttük.
Bölöcs Sándor, mivel beosztott lelkészként dolgozott, de rendezetlen lelkészi státusza volt, ezért fizetést nem kapott, csupán azt írja, hogy havi 150 forint is zsebpénzt. A gyülekezet azonban találékonyan egyéb módon gondoskodott róluk, a piacon például az asszonyok nem engedték, hogy fizessenek a vásárlásért, és a helybeliek meg a tanyasiak ennivalót hordtak nekik, hogy az áruházziaknak is bőven jutott belőle egyfajta ilyen aranykorként élték meg az ottaniak, hogy mennyi adományt kaptak. Sándor bácsi idézte is, hogy a testvérnénik, mármint az áruházi gondozók azt mondták, hogy soha olyan jólét nem volt az áruházban, mint amikor mi ott voltunk. Hát ez a viszonylag kiegyensúlyozott és jó időszak 1958 őszére véget ért. Azt írja Sándor bácsi, hogy minden megváltozott, mert 58 augusztusában megszűnt az áruház. Többiekkel együtt Böröcléknek sem volt többé maradásuk az intézetben. Sztíró Gábor, az Evangélikus Szeretet Otthonak akkori igazgatója, több általa irányított intézetben, Szeretet Otthonban, Győrött, Pilis Csabán próbálta a Vörös családot elhelyezni, és az apa alkalmazását elintézni, de nem sikerült neki, pedig ő aztán tudta, hogy az embermentés az miből áll, mert a zsidó mentésen az árvák megsegítésén, a budapesti kitelepítették, megsegítésén keresztül mindenhol ott van az ő személyisége és az ő segítő keze. Így tehát a család ismét szétszakadt, a gyerekek megint szarvason maradtak, és a helyi református lelkész Ülöki Ferenc fogadta be őket. A szülők pedig a feleség szülőfalujába Valósvárra költöztek, de nagy szegénységben éltek, mert Bölcs Sándor magán viselte a börtönviselt hazaáruló pap láthatatlan bélyegét. Fizikai munkát is nehezen kapott, pedig próbálkozott sajtgyárban, disznóizlatában, téglagyárban, éjjeli őrként, de vagy nem alkalmazták, de nagyon hamar kirúgták, mikor kiderült, hogy honnan tért haza. Feleségesen kapott munkát. Azt írja Sándor bácsi, hogy az egyház szégyelte volna egy papnét konyhalánynak, de hogy kenyerünk nem volt, azt nem szégyelte. Közben megtörtént az az evangélikus egyház vezetési szinten a döntő fordulat, Oldas és Túlóci püspököt ismét menesztették, Túlócit már 54 decemberében, Oldas Lajos 58 júliusban, és mindezek függvényében az igencsak kényes és kínos, egyre kínosabbá váló Böröcz ügy sem kaphatott egyházon belül kedvező elbírálást. A Böröcz család kálváriájának állami hátteréről és erről a hozzáállásról 1958 folyamán több nagyon árulkodó levél tanúskodik, hogy hogyan is próbálták a gulágot megjárt lelkészt és családja helyzetét rendezni, illetve hárítani a helyzetet. Benczúr László püspöki titkár két magánlevélben is tájékoztatta Böröcöt a fejleményekről. Az egyik az még 1958 májusában kelt, a dátum azért fontos, mert akkor még volt a Sajos a püspök, bár menesztése ekkor már eldöntött dolog volt. Ekkor Benczúr László még reménységgel írt a lelkésznek, azt írja Böröcnek, úgy látom, még kissé, talán már nem is sokáig várni kell ügyeddel, pillanatilag az a helyzet, hogy egyszerűbb kérdésekkel sem akar foglalkozni az egyházügyi hivatal, amíg a kerület nyomasztó, megoldatlan ügyelnek rendeződik, ezután úgy érzem, a te ügyed is rendezhető lesz. Egy pár hónappal későbbi augusztusi levelében a püspöki titkár azt írja, az egyházügyi hivatalban folytatott tárgyalás nem járt eredménnyel, mert ott elzárkóztak az előtt számodra kongruát, vagyis az egyezmény alapján az államtól kapott havi lelkészi illetményt folyosítsanak. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kívánnak a lelkészi státuszban jelenleg nyilván tartani. Tehát se státusz, se pénz nem várható. Sztíró Gábor 1958. augusztus 27-i levelében szintén erről a rossz hírről tájékoztatta Bölcs Sándort. Expressis verbis megmondták a választott kongruáról, ez idő szerint szó sem lehet. Lelkészi állás betöltéséről úgy szintén nem lehet szó. És hát az egyház vezetői álláspontot pedig Bető Lajos egy 58. augusztusi levelében közölte. Értesítem, hogy őszinte sajnálatomra legalábbis ez idő szerint nincs lehetőségünk arra, hogy segédlelkészi szolgálatra alkalmazzam. És ezután következik az időszak Bölcs Sándor életében és lelkészi voltában, szolgálatában, amiről még azt sem tudnám mondani, ahogyan foglalmazott az illetve, ahogy csendes
pszichológus meghívott kedvben? Meghívott lelkész. Nekem. Tehát itt Bölöcs Sándor esetében semmi ismerről nincs szó. Picit ezt próbálom érzékeltetni. Ugyanis az 58 június után következő 29 évben, amit mi evangélikusok áldi korszaknak nevezünk, ami 58-tól egészen 87-ig tartott, sőt ez az időszak, ez 89-ig kitolódik Bölöcs esetében, tulajdonképpen saját egyháza nem merte felvállalni, nem akarta, vagy nem merte őt felvállalni. A teljes félreállítottság is meg mellőzöttség állapotát érte meg. Egyes lelkészi szolgálatokat külön püspöki engedély kérése és megadása után elvégezhetett, ilyen volt lánya esketése, az unokája megkeresztelése, teológus lánya Enikő szolgálatba bocsátása, illetve a lelkész szentelése. Ekkor engedélyt kapott arra, hogy Luther pavánban az oltárnál zár áldó igét mondjon. Lelkészi státuszba és teljesülő lelkészi szolgálatba azonban nem térhetett vissza, és más egyházi beosztás, például intézményvezetés sem kaphatott. Káli püspök, aki egyébként hajnagyon teológus társa volt, évtizedeken keresztül nem létező személyként kezelte, olyan volt is, meg nem is állapotban élt át Bölöcs Sándor az egyházban. Püspökei kíváncsiak voltak ugyan a gulág történetére, mi, hogyan és miért történt, de egyszer sem érdeklődtek például afelől, hogyan, miből élnek, nincsen valamire szükségük. Bölöcs Sándor ezt mindezt egyfajta gyávaságként értelmezte, azt mondta 95-ben, nem volt annyi merszük, hogy elmondják, Sanyi, te tudod, mi az erőszak, nem kell neked magyarázni, hogy miért nem tarthatjuk veled a kapcsolatot, pedig nekem ennyi elég lett volna. E fele más helyzetet legtalálóban talán Sztéló Gábor fogalmazta meg Sándor bácsinak, senki sem meri neked megmondani, hogy nem kell lesz. A mellőzés szinte egyházi átokként élte meg Bölöcs Sándor, ez tulajdonképpen jobban fájt neki a pártállamtól elszenvedetteknél. Életét kettős pasió történetnek tekintetti, és 95-ben így summázta már évtizedekkel később. Soha nem szabadna megtörténnie annak, hogy az egyház a világ intésére emelje fel, vagy lökje mélyre saját tagjait. A fizikai verést felfogta az Úr Jézus. A másodikra meg annyira megedzett az elsővel, hogy természetesnek vettem, engem csak szekercével lehet megsérteni. Látszólag mégis a második pasió a nehezebb, mert az a sírig megmarad. Hazám fizikai sebeket adott, egyházamtól lelki sebeket kaptam. A felrepett bőr behegett, de az utóbbiak csak testem elmúlásakor múlnak el. Végére csak annyit, hogy decemberben volt 10 éve annak, hogy Bölöcs Sándor elmúlt, 2006. december 25-én, és ennek alkalmából írtam egy megemlékező cikket az evangélikus életbe, ami országos heti folyóiratunk. És ott részletesen írtam arról, hogyan ismerkedett meg Placid atyával, Ordóviában, hogyan tartották később is a kapcsolatot. És azzal zártam a cikket, hogy különböző élethosszúság adatot meg neki Sándor bácsi 10 éve meghalt, Placid atya pedig most neki a 100. évfordulója, és hát most januárban ezt a cikk végét lábjegyzettel kellett ellátni, hogy az egykori raptás is elment. A közös tanulság a két emberről, mert hogy én őket azért nagyon szeretem párhuzamosan látni, hozzáállásukban, lelki habitusukban, hogy mind a ketten meg tudtak maradni szabadok abban a napságban, amit a táborban, illetve hát itthon is kellett szenvedni. Köszönöm szépen! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönjük szépen Miller Katalinnak az előadását. Annyit szeretnék készítésről elmondani, hogy tovább tudjuk a szakmai gulag és bufé. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy mindenkinek a többen tudatában ez összeáll. Nagyon röviden csak azt szeretném mondani, hogy a gulag, azok a Magyarország kb. Pár ezer egy-két van, akik gulag táborokat kötöttek ki. Ők azok, hogy ítélettel, tehát vagy Sopron-Köriden, vagy az NKVD központban, a Vilma-Kirendi útján, tehát a Ligeti fasorban ítélettel, orosz katonai bíróság ítélettel, vagy Bádenben ítélettel lettek 10-20-25 évre Szovjetunióba küldve, ők gulag táborokba kerültek. A gulag az tulajdonképpen a 20-as években jön létre politikai ellenségnek az izolálására és dolgoztatására.
olvastam egyszer visszaemlékéstől, azt mondják, hogy a Hitler milyen hülye volt, hogy a zsidókat írtotta, nem írtani kell őket, hanem mi sokkal okosabbak vagyunk, mert mi a halálig dolgoztatjuk a rabokat, mondta egyszer egy táborvezető. És van a Bukvi tábor, ami pedig a Mánenki robot, a tulajdonképpen az utcáról összeszedett emberek, a hadifoglyok, azok kerültek azokba a táborokba. Ez körülbelül magyar vonatkozásban olyan 500 000 embert érint, ez a nagyobb. Főleg nincsen ítéletük, illetve később Sztálin halála után a hadifoglyokat is azért, hogy védeni lehessen a Vöröskereszt megkeresések ellen, illetve a nyugati tiltakozások ellen, időként ítéleteket hoztak hadifoglyok esetében is, és akkor tovább is voltak tartani, hogy gulaglágerekre esetleg elkerülhettek. Ezt szerettem volna tisztázni, és akkor most tartanánk egy 15 perces szünetet, és akkor honnan folytatjuk. Köszönöm szépen!